És most szakértőnk válaszol. Következik nyelvtanulás könnyedén rovatunk a Helen Doron Nyelviskola Paksi és Szekszárdi iskoláinak támogatásával. A legjobb módszertan nyelvtanulás gyerek és felnőtt korban könnyed és észrevehetetlenné tett tanulás. A mikrofonnál Strasser Andrea kérdezi Szalai Zsuzsanna nyelviskola vezetőt. Szia Zsuzsa, köszöntelek itt a stúdióban. Szia, köszöntöm én is a hallgatókat. Egy új sorozatot indítunk el a mai műsorral. Ha azt mondjuk, hogy nyelvtanulás könnyedén, akkor gyakran beugrik, hogy nyelvet tanulni fiatalon, gyerekkorban lehet igazán. Igaz ez a tétel, vagy csak ez ugrik be? És ha igaz, akkor hogyan tudjuk igazolni? Mindenképpen igaz, ha jól meggondolod, magyarul is viszonylag korán elkezdesz tanulni. Most, hogy mondod. Igen. Tulajdonképpen evolúciósan adott, hogy a legelején az életünknek négy dolgot szeretnénk, az egyik az az, hogy szeretnénk mozogni, a másik az az, hogy már miután ilyen nagyon ügyesek vagyunk, és mindenféle eszközökkel tudunk bánni, tehát jó lenne, ha a finom motorikánk olyan lenne, hogy meg tudjuk fogni a dolgokat, és hát közösségbe élünk, hogy beszélnünk is kéne tudni egymással, mert egyébként nagyon nehéz dolgunk lesz a továbbiakban, úgyhogy abszolút. Nagyon érdekes, amit mondtál, valóban ugye ezt végig se gondolja az ember, hogy ugye mi is gyerekkorunkban tanultunk meg mondjuk magyarul, tehát akkor minden bizonnyal egy idegen nyelvet is gyerekkorban érdemes elkezdeni. Így igaz, teljesen nyitott az artikulációs bázisunk, amikor elkezdünk nyelvet tanulni. Artikulációs bázisunk? Húha, mit értünk ez alatt? Ugye gyakorlatilag bármilyen nyelv, bármilyen hangját, ami a Földön van, azt te meg tudod tanulni, mert ha nem tudnád megtanulni, akkor tudnál beszélni japánul, de nem tudnál beszélni kínaiul, vagy tudnál beszélni magyarul, de nem tudnál beszélni angolul. Ugye angolból a kedvencünk a köpködős betű, a fő, amit nagyon nehéz kiejteni. Nekünk magyaroknak. Nekünk magyaroknak, hiszen nekünk ilyen hangunk nincsen, de egy csomó ilyenről beszélhetnénk bármelyik nyelvben. De mindaz összes hang, ami a világon létezik, azt ugye ki tudod ejteni, amikor megszületsz, úgy fog alakulni az az egész rendszer, a hangképző rendszered, minden, hogy ezt tud használni, tud mondani, hiszen ha nem így lenne, akkor bizonyos nyelvek nem léteznének, mert hát nem lenne, aki azon a nyelven beszél. Oké, tehát ezt értjük ez alatt a kifejezés alatt, még soha nem hallottam. Tehát oké, van ez a képességünk, és akkor gyerekkorban nyitottabbak vagyunk, tehát jobban rááll. Hát képzeld úgy, mint tényleg egy tiszta lapot. Tehát gyerekkorban egy tiszta lapként elképzelt nyelvi képességre, vagy készségre azt rajzolsz rá, amit szeretnél, vagy amire szükséged lesz. Nagyon szép tudományos kísérletek vannak erre, tehát egészen hivatalosan az a álláspont, hogy 11 nyelvvel próbálkoztak. Van olyan kísérlet, amiben, és nem, ez nem is egy mai kísérlet, tehát ez már egy régebbi történet, hogy 11 nyelvre tanították, vagy nyelven beszéltek a gyerekekkel születésüktől fogva. Ez a maximum, ez azért meredek, tehát ha belegondolunk, és ez egy nagyon speciális helyzet, ez azért a normál életben nem valósul meg, de hogyha körbenézünk, akkor azért 2-3-4 nyelv nagyon sok országban abszolút a környezetét adja egy csecsemőnek. Ezzel kapcsolatban nagyon sok kutatás is van, az agykutatók foglalkoznak azzal, hogy hogyan is épül fel az emberi agy, mikor, hogyan strukturálódik, mikor, mire használjuk, mi az a része, ami jobban működik, ami kevésbé működik, és ha megnéz valaki egy csecsemőnek, vagy egy kisbabának, egy 2-3 éves kisgyereknek is akár a agyáról készült MRI felvételeket, egészen másképp strukturálódik az agyunk szerkezete akkor, mint később. Elárulok egy titkot, a fogváltás annak a jele, hogy az agyi struktúrák elkezdenek megváltozni. Tehát nem véletlen az, hogy például az iskola érettséget is, egyfajta gondolkodásbeli másságot is ehhez kötünk. Uh-huh. Hú, de érdekes, visszatérve a 11 nyelvre megtanult azon a 11 nyelven? Igen, és használták. Azért ez a maximum. Uh-huh. Hát lehet, hogy nem ez a maximum. Na, okay. De ez az amire konkrétan kísérleti körülmények között, tehát ez egy agykutatási kísérlet és nyelvészeti kísérlet volt együtt, és ez volt, amit kísérleti körülmények között használtak, és után is követték ezeket a gyerekeket, tehát
nem akarok hülyeséget mondani, hogy mennyi ideig, tehát biztos nem 120 éves korukig követték őket, utána hisz nem telt el a kutatás kezdete óta annyi idő, de után követték a gyerekeket, és valóban ezeken a nyelveken 10 éves korukban tudtak beszélni ezek a gyerekek. Én még nem láttam ilyen gyereket, pedig már sok gyereket láttam, de még mindent nem, úgyhogy én nem láttam, de 4 nyelvű, 5 nyelvű gyerekkel már én is találkoztam. Azt hiszem, hogy ma már mindenkinek van a környezetében egy olyan rokon, vagy ismerős, távoli ismerős, akiről tudja, hogy akár mondjuk a 2 nyelvű szülők miatt, vagy egy idegen országban valóban a gyermek több nyelven tud beszélni, teljesen folyékonyan. Oké, de ugye maradjunk a mi környezetünkben, itt élünk Magyarországon, magyarul beszélünk, nem tudunk nyelveket, most a szülők éppen vagy tudnak, vagy nem. Jó, oké, megértettük, hogy gyerekkorban könnyebb, no de hány éves korban kell azt elkezdeni? Minden korábban annál jobb. Amit Helenék kifejlesztettek, az ténylegesen először tapasztalaton alapult 40 évvel ezelőtt, hogy milyen könnyen és mit lehet bevinni a gyerekeknek. Hogyha olyanokra gondoltok, hogy emlékszel-e ringató dalokra, babakorodból, vagy a hóc-hóc katonára, vagy ölbeli játékra. Tehát ezek a rigmusok, ezek a nagyon korán hallott dolgok megmaradnak, abszolút végigkísérik az életedet. Szerintem te is úgy vagy vele, hogy bármelyik alsóban vagy felsőben tanult verset azért, hogyha ránézel, akkor gyakorlatilag beugrik. Minden beugrik. Tényleg így van. Tehát tényleg ez a képességünk, ez megvan, és erre effektív mesterséges környezettel, tehát hogyha egy mesterséges mini nyelvi környezetet összehozol, akkor erre azért lehet építeni. És ez a akkor még ifjú hölgy, aki saját magáról nevezte el ezt a módszert, ő ilyen korosztályú gyerekeket kezdett el tanítani, és arra jött rá, hogyha erre tudatosan építünk, az egész rendszert kiépítjük, amivel ez összeáll, és otthoni környezetbe is valahogy becsempészszük az idegen nyelvet, tehát ez úgy nem működik, hogy minden szökőjében egyszer találkozol 3 hottentotta szóval. Erre szoktak konferenciákon játszani, hogy nyelvtanároknak mondanak a konferencia elején, közepén, meg végén 3-4-szer, esetleg 6-szor egy bizonyos kifejezést, és utána a legvégén megkérdezik, hogy emlékeztek arra, hogy mi az a kifejezés, és hát általában bukás a vége ennek a dolognak nyelvtanárok között is, hiszen van egy ismétlés szám, ugye a hetet szoktuk mondani, de most ebben a nagyon gyorsuló világban, ez a rengeteg ingerrel, amit kapunk, már lassan 11 környékén tartunk ezzel a számmal, hogy 11-szer kell egy dologgal találkoznunk, ahhoz, hogy az egyáltalán elkezdjen megragadni, vagy megragadjon az agyunkba, gyakorlatilag fizikailag az agyunkba. Tehát mindenképpen meg kell teremteni a lehetőséget rá, hogy ez napi rutinná, napi gyakorlattá váljon. Uh-huh. Igen, és nagyon fontos kérdés, hogyha megértettük és elfogadjuk végre azt, hogy gyerekkorban könnyebb elkezdeni a nyelvet tanulni, mert ma már minden szülő így van, retteg? Nem. Azon van rajta, hogy a gyerek tanuljon meg nyelveket, lehetőleg ne is egyet, hanem 2, meg a középfokú is legyen, meg esetleg felsőfokú, meg az egyetemre be kell jutni, meg pluszpont, meg stb. No, de azt, hogy hány éves korban kezdjük, és mennyire kell kitartónak lenni, hogy hát nem elég az, hogy 3 éves korban mondjuk beíratom egy ilyen gyermek nyelviskolába, és 1 évig jár, az ugye nem elég. Foglalkozzunk azzal a következő rovatban. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is, sziasztok, és szép napot mindenkinek. Nyelvtanulás könnyedén. Strasser Andreával és Szalai Zsuzsanna nyelviskola vezetővel. Fox FM összeköt.